Még mindig van visszaút, újra felállhat a jobboldali koalíció, Véli Kelemen Hunor az RMDS szövetségi elnöke, aki a 10 perc Bukarest című Facebookon közzétett videójában mond véleményt a kialakult kormányválságról. Nagyon komoly világnézeti különbségek vannak a koalíciót alkotó pártok között, azonban a PNL Uszéré plusz RMDS kormánynak nincs alternatívája, Véli Kelemen Hunor a Magyar Érdekképviseleti Szövetség elnöke. Ezért úgy látja, az utóbbi napok vagdalkozásai ellenére még visszaépíthető a kormányzás, miután a másik két pártban lezajlanak a tisztújító kongresszusok és lecsillapodnak a kedélyek. Ugyanakkor igen káros és barátságtalan gesztusnak tartja, hogy a korábbi koalíciós partner az áúrral fogott össze. Olyan nem nagyon fordult elő még Romániában, hogy egy magát progresszívnek, liberálisnak nevező párt összefogjon egy neolegionárius, szélső jobboldali idegen gyűlölő, magyar gyűlölő párttal, most már ez is megtörtént, az UCR Plus AUR ezt a, az együttműködést előrevetíti, ezzel óriási károkat okoz, azt gondolom, az egész társadalomnak. Még mindig van innen visszaút, bízom benne, hogy a következő hetek jobb belátásra fogják bírni a kollégákat. Elmondta, az Angel programra szükség van. Az NMD számára mindig is prioritás volt a vidékfejlesztés. Hozzátette, tudták, hogy az Uszéri Plusz számára ez nem prioritás, arra azonban nem számítottak, hogy ez szakításhoz vezet. Ugyanakkor úgy vélte, a programot csupán ürügyként használták abban a politikai küzdelemben, amely a két koalíciós partner tisztúítás előtti belső viszonyait jellemzi.